5000 leire bírságolta az Országos diszkrimináció Ellenes Tanács Csomortány Istvánt, az Erdély Magyar Néppárt elnökét a párt Kolozsmegyei Szervezetének Facebook oldalán szeptemberben közölt náci karlendítős fotóért. Asztalos Csaba a testület elnöke elmondta, a döntéskor figyelembe vették, hogy náci karlendítéssel pózoló Csomortány István egy párt országos elnöke. Csomortány István írásban költe el az álláspontját és közvetett módon tagadta, hogy náci karlentítéssel pózolt volna arra hivatkozott, hogy manipuláció áldozata lett. A politikusnak jogában áll bíróságon megfelebbezni a diszkrimináció ellenes tanács által hozott szankciót. A diszkrimináció ellenes tanács ugyanakkor megróvásban részesítette Liául Gucávan Szileszkó szociáldemokrata politikust a tavalyi diaszpóra tüntetés után tett kijelentése miatt. A döntés értelmében azzal, hogy azt mondta, az államfőnek németként nem lenne éldomos elgázosításról beszélnie, a német és a zsidó közösséget sértette.